Ace Origins. Bevallom, csak nemrég fedeztem fel a játékot Steamen, és megdöbbenve láttam, hogy már egy igen régóta a futósorozat legújabb tagjáról van szó. Ami felkeltette az érdeklődésem, az a 60%-os leértékelés mellett az az anime és borítókép és intro volt, amivel a játékot reklámozták, valamint a játékról készült párperces bemutató videók, amik rövid úton meggyőztek arról, hogy kipróbáljam, és azt kell mondjam, nem csalódtam. A játék egy japán RPG köntösbe bújtatott felülnézetes hack and slash, ahol nincs más dolgunk, mint hogy misztlékbe kaszaboljuk és aprítsuk, szétlőjük és felrobbantsuk mindenkit, aki csak az utunkba áll, megfejelve karakterfejlesztéssel és némi kulcskereséssel a továbbításhoz. Én leginkább a 91-es Legend of Zelda Link to the Past-hoz tudnám hasonlítani a játékot, amihez igen kedves emlékek fűznek, és az is némileg felturbózva, mind grafikában, mind pedig játékmenetben, nagyon hasonlított hozzá a videók alapján, és bevallom, emiatt is döntöttem úgy, hogy megveszem a játékot. De lássuk a történetet, mert RPG révén az is van neki. A történet szerint Ish népe egykoron a földön élt, ám amikor démonhordák kezdtek megjelenni és támadás alá vették a várost, egy misztikus tárgy a fekete gyöngy varázs erejével a várost egyszerűen a levegőbe emelték, és onnantól az égben éltek tovább az emberek. A szörnyek mindeközben a földön folytatták tovább életüket, és egy hatalmas tornyot emeltek, amit a játék során fogunk mi is megmászni, ám egy napon Ish népe veszélybe került, amikor a város levegőbe tartó fekete gyöngy eltűnt, és mellé még a két istennő is köddé vált. A tanács egy mentőcsapatot küld le a felszínre az istennők és a gyöngy felkutatásáért, aminek mi is a tagjai vagyunk, ám a lefelé út alatt valaki megzavarja a transport mágiát, és a kutatócsapat egymástól távol él földet. No, és itt kezdődik a játék maga. A végigjátszás során két karakter közül választhatunk, plusz az első végigjátszást követően kioldhatunk még egy harmadik bónusz karaktert is, és mindhárom karakter más-más nézőpontból mutatja be a fő esemény szálat. Az első, Junika, egy kedves, ám bár naív lovak kisasszony, aki a fizikai erőt és a közelharcot részesíti előnyben. Igazi kis tehénszemű anime karakter. A másik főhős, Hugo, a varázsló fiú, aki már sokkal meggondoltabb, ugyanakkor elég zárkózott és magányzó típus, amolyan menő csávó, akinek nem kell segítség senkitől, ugyanakkor folyamatosan vívódik magával és a ránehezedő elvárásokkal, amire szintén van jó pár példa az animék történelmében. Ő a távolsági lövések és varázstámadások terén jeleskedik. A történetet nem szeretném elspoilerezni, de röviden a már említett démoni tornyot fogjuk megmászni, közben találkozunk számos segítőtársunkkal és új ellenfelekkel, jobban megismerjük a főhősöket és belső motivációikat, és persze lesz pár fordulat, de aki egy kicsit is otthon van az animék vagy a JRPG-k házatáján, túlságosan nem fog meglepődni semmin. Mindent egybevetve, még ha kissé klisés is, de nekem tetszett a történet, a karakterek szerethetőek és hozzák a japán RPG-ktől elvárható hangulatot. A játékmenet elsősorban a karakterünk és a felszerelésünk fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A szörnyhentelés során XP-t kapunk, amivel szintet lépünk, így egyre erősebb és strapabíróbb lesz a karakterünk az adott szintű lények ellen. Emellett gyűjthetünk úgynevezett spirit pontokat is, amiket a save pontoknál szintén karakterünk fejlesztésére költhetünk, olyan cuccok képében, mint gyorsabb skill töltődés, páncélfejlesztés, vagy olcsóbb mana használat, és a többi. A save pontok egyben transport állomások is, így később bármikor teleportálhatunk egy-egy kiadott mentésponthoz, ami jelentősen lecsökkenti majd a járkálással töltött időnket, mellesleg nagyon jó poén később visszamenni a kisebb szintű helyekre, ahol kb. Félisten módjára írhatunk le majd mindenkit. A harcrendszer nem túl bonyolult, van egy alaptámadásunk, amit folyamatosan spammelnünk kell, és emellé szerzünk majd háromfajta speciális képességet is, melyekkel már durvább területi sebzéseket is produkálhatunk. Hugo esetében ez egy pajzsot, lerakható bombákat vagy egy tűzsugarat jelent, míg Junikánál ezek varázslatmentes megfelelőit kapjuk közelharcban. Ezen speciális képességek szintén fejleszthetőek, és a második szinten már aktiválható a feltöltésük is, melyel ha egy ideig nyomva tartjuk a támadást, annak egy erősebb verzióját kapjuk.
Végül van egy Burst mód, ami az ellenfelek hentelése során töltődik fokozatosan, és aktiválásakor egy rövid időre sokkal erősebbek lesznek a támadásaink, és mi is több ütést bírunk majd. Ez is fejleszthető, hogy gyorsabban töltődjön, ezen felül csak ugrálás van, illetve sprinterhetünk, amit érdemes a menüben automatikusan bekapcsolni, amint elérhetővé válik. Találhatunk ezen felül egy erősebb páncélokat, és erősíthetjük a fegyverünket is, de a nagyobb értékeken túl nem tesz hozzá a játékos sajnos semmit, pedig nem lett volna rossz, ha az újonnan talált vért látszódik is kívülről a karakterünkön, de sajnos ez kimaradt. Nem tudjuk magunkat gyógyítani, csupán szintlépéskor és a save pontoknál, valamint az ellenfelek szórhatnak el HP visszatöltő gömböket, a la Diablo 3, így minden szinten motiváltak vagyunk arra, hogy haladjunk előre és kaszaboljunk le, akit csak lehet. A torony többfajta eltérő jellegű részből áll, van például vizes, tüzes, sivatagos rész. Minden részben kapunk valamilyen extra kütyöt, ami segít majd minket, illetve be kell szerezni két kulcsot, ami a továbbjutást biztosítja, illetve lesznek fő ellenfelek a zónák végén. No, és itt elértünk a játék egyik legjobb részéhez, a boss harcokhoz. Míg a mezei ellenfelek nem fognak túl nagy kihívást jelenteni, főleg hogyha lépünk pár szintet, addig a boss harcok nagyon durvák lettek, jó értelemben véve. Minden harc egyedi és egyedi taktikát igényel, és egyre keményebbek, összetettebbek lesznek az ütközetek, ahogy haladunk előre a történetben. Például az egyik főgonosz egy hatalmas, villámokat szóró ezerlábú, akinek először a hátán lévő pikkelyeket kell fokozatosan lebontani, hogy sebezni tudjuk végül a fejét, de közben folyamatosan lő minket, lesz, hogy összegyöngyölödik és megpróbál letaposni, és hol a falon, hol a földön tör az életünkre. Bevallom, hogy volt olyan harc, amin kb. 45 percig szenvedtem, mire sikerült végre leverni a főgonoszt és rájönni, mikor, milyen támadásokat hogyan védhetek ki, de ez egyáltalán nem volt frusztráló, sőt a végén hatalmas sikerélvény volt túljutni egy-egy bosszon. Szóval a fő ellenfél harcok új sebességfokozatba kapcsolják a játékot, és nagyon jól sikerültek, nem csoda, hogy kioltható egy külön boss mód is, ahol csak és kizárólag a fő ellenfeleket kell majd levelnünk időre. A pályarészek között az eltérő építészeti stíluson kívül eltérő zenék is vannak, melyek nekem tetszettek, illetve az adott terület hangulatához nagyon jól illeszkedtek, bár akit zavar, az bármikor kikapcsolhatja őket a menüben. Ami nem annyira tetszett, az a mentési rendszer, ami sajnos csúnyán megtréfált, amikor egy-egy halált követően visszatölti a 15-20 perccel korábbi állapotot, ami azon túl, hogy visszakerülünk a korábbi pontra, elveszik az addig megszerzett XP-t és tárgyakat is. Így javasol gyakran menteni. Viszont a lények folyamatosan újra születnek, ahogy egy új szobába lépünk, ami jó, hiszen lehet kedvünkre hentelni és XP-t farmolni, de ugyanakkor rossz, mert ha csak menteni teleportálok vissza egy korábbi save ponthoz, nehogy bukjam az addigi XP-t, akkor verekedhetem magam újra végig a lényeken, ami időnként már zavaró, de szerencsére, ahogy nő a szintünk, a lények is gyorsabban halnak majd. A játékban van még egy lexikon, ahol a karakterekről, ellenfelekről és képességekről kaphatunk még egy kis extra leírást, de különösebbet nem tesz hozzá. Hogyan is foglalhatnám össze az East Origin-t? Mindent egybevetve, nekem nagyon tetszett a játék, és megvolt a Zelda nosztalgia érzés is. A történet noha klisés, de ez nem feltétlenül baj, hiszen nem kell ahhoz Oscar-díjas forgatókönyv, hogy elmeséljünk egy történetet a jó és a rossz harcáról, valamint egy-egy főhős belső vívódásairól és karakterfejlődéséről. A játékmenet pörgős, az ellenfelek hullanak, és a fő ellenfelekkel való harc külön élményszámba megy. Jó magam, egy USB kontrollerrel toltam végül a játékot, ami amellett, hogy sokkal kényelmesebb volt, tovább növelte bennem a retro érzést. Nincs több játékos mód, de még talán nem is éreztem hiányát, bár szerintem egy közös split screen hentelés ugyancsak jó móka lehetne. A játék 5 nehézségi fokozattal rendelkezik, van kioltható boss mód, és a három karakter három eltérő aspektusból mesélve a történetet, így az ember motivált arra, hogy kipróbáljon mindent. Jó magam, 12 órát tettem eddig bele a játékba, és csak Hugóval játszottam eddig végig, de Unikát és a harmadik szereplőt is végig fogom tolni, így elmondható, hogy bőségesen van tartalom azoknak, akik hivatottak végigjátszani. Mindezek alapján elmondhatom, hogy az East Origin maximálisan megérte az árát, és csak ajánlani tudom.
Sok más teljes áru játék nem képes ennyire lekötni, mint ez, itt pedig gyakorlatilag bagóért kaptam egy játékot, ami kellemes élményeket szerzett és szórakoztatott. Utána néztem picit, és az Ys sorozat már igen régóta fut, és számos korábbi része van, és még valószínűleg lesz is, így ezeket már figyelni fogom a jövőben. Ha valaki szereti a JRPG műfajt, a hack and slash-t, és nincsenek hatalmas igényei grafika terén, mindenképp próbálja ki. Nekem bevált. Sziasztok!